meg képek alapján eszembe jutottak egy-egy ilyen emlék. Úgyhogy próbáltam így összeírni, és aztán meglátjuk. Meglátjuk. A képet, az a baj, hogy a régi Roland szintimről nem tudom, hogy hol van kép. Azt megmutattam volna, hogy az volt az első hangszerem. De nem találtam róla. Ja, van három van, de az itt van mögöttem, tehát azt meg tudom mutatni IRL-be is akár. Na mindegy. Jó. Szóval. 2000-ig kell visszautaznunk. 93-ban születtem, úgyhogy a 2000 az nekem az iskola, az általános iskola első tagozata, vagy első éve. És így írtam anyának pont a mai nap, hogy egy kicsit segítsen már benne, hogy jól emlékszem-e, de jól emlékeztem, hogy amikor először mentem suliba, abba az évben az első karácsony, ami volt, arra kaptam a szintetizátort. És akkor fél évkor iratkoztam be zeneiskolába. Szóval igazándiból nem teljesen elsőbe kezdtem, nem rögtön az első elején kezdtem a zenetanulást, illetve a hangszertanulást, hanem kicsit később. Viszont hozzátartozik, hogy én olyan osztályba jártam, amilyen zenés, zenetagozatos osztály volt. Ez nagyjából azt jelentette, hogy emelten tanultunk énekórát. Emelten volt nekünk énekóra, emelt óraszámba. Ez azt jelenti, hogy kórussal együtt valami heti 6-7 ének volt. Tehát minden nap volt azt hiszem énekóra szinte, és még plusz kórusok is. Valami ilyesmi. Cserébe nem kellett szolfésre járni, amit nagyon szerettem, hogy nem kell, úgyhogy az egy, az jó volt amúgy benne. Amúgy is jó volt egyébként. Csak, ja. Most így utólag visszaemlékezve már nem tudnám megmondani, hogy ez miben segített, vagy miben nem. Igazándiból engem, vagy nekem. De elméletileg az volt a jobbik képességi osztály, hát most ez így volt-e vagy nem, azt nem tudom. Úgyhogy ja, ez 2000 környéke, és ugye karácsonykor, és azon gondolkozok, hogy 99 és 2000 között, de vagy 2000-ről 2001-re 2000-ről 2001-re én lesz ez inkább. Akkor karácsonykor kaptam az első hangszeremet. Az egy Roland, nem tudom milyen Roland, ilyen olcsóbb Roland volt. Tényleg arra, hogy alapvetően tudjak rajta zongorát tanulni. Szóval tényleg nem rendelkezett sok funkcióval, meg azért 2000-ben még nem is voltak olyan nagyon über hangszerek, legalábbis itthon elérhető áron pláne nem. És nekem meg csak úgy is zongorához kellett, zongorát meg nem akartak venni érthető módon a szüleim. Meg azért a pianinók is elég drágák voltak, szóval ami nem ilyen komplett nagyobb zongora, azért azok is már jó árban, meg jó súlyban mozogtak, szóval nem tudtuk volna hova tenni se nagyon egyébként a lakásban. Úgyhogy igazából ez így nem is volt tervbe. És ugye akkor meglett az első hangszerem, elkezdtem a zenesulit. 5 évig zongoráztam, tehát nagyjából ötödik végéig zongoráztam. És ugye akkor kezdtek el bejönni már ezek a pedálosabb, meg akár négykezes valakivel, meg ilyesmi dolgok. És az már annyira nem is ízlett nekem, meg én eredetileg is szintetizátorra szerettem volna menni, vagy az volt szüleimmel együtt a terv, hogy én szintetizátorra menjek. Csak mondták, hogy ahhoz jó lenne, hogyha lenne egy zongora először, amilyen alapot nyújtana. És hát 5 évre sikerült az alapnyújtás. És akkor ugye akkor úgy döntöttünk, hogy akkor átmennék, mert már érezhető volt, hogy nem tudok úgy gyakorolni, hogy azokat rendesen eljátszom, amiket kell. Úgyhogy ezért átváltottam szintetizátorra. És ez volt 5., és akkor 5. vége, és akkor 6-7-8-ból meg szintetizátorra tanultam, de ugyanattól a tanártól. Tehát igazából annyit változott a történet, hogy ugyanannál tanárnál maradtam, csak nem zongoráztunk, hanem szintetizátoroztunk. Úgyhogy így, nyilván az egy kicsit annyiból másabb volt, hogy bejöttek ugye az akkordok. És akkor már ugye bal kézzel nem mondjuk dallamokat játszottál onnantól, hanem például hármas hangzatokat fogtam főleg. És akkor ezután, illetve nem is azt mondom, hogy ezután, hanem eközben én elmentem 6-osztályos gimnáziumba. Ez 2006 pontosan.
Viszont ugye a zongorát, vagy a szintetizátor tanulást még megtartottam 2 évig, szóval 8. jártam, 8. végéig. De elmentem 6. osztályos gimibe, és ott az elején sikerült egy jobb hangszert kapnom, per vennem, per nem tudom. Eladtuk ugye a régi Rolandot, és akkor annak az árából, meg plusz ugye kipótolva lett az a hangszer, amit egyébként 2018-ig használtam. 18-19? Ilyesmi. 18-19-ig használtam, meg itt van a szobában most is. Ez egy Yamaha PSRS 500-as egyébként, majd tudok képet mutatni amúgy ezekről is, ezekről a dolgokról. Szóval ez egy Yamaha PSRS 500-as volt már. Lehet, hogy akár most is tudok amúgy, ha nagyon akarok. Nem biztos, hogy olyan nagyon akarok amúgy. Nincsen olyan... Jó, szóval ez egy Yamaha PSRS 500-as volt, és ez egy ilyen ezüstszínű szintezátor volt, ez már egy sokkal... sokkal több mindent tudott azért az előzőnél, és ugye akkor már terve volt az, hogy valami zenekaros dolog izgatott, hogy milyen lenne, meg mennyire jó lenne kipróbálni egy ilyet, hogy milyen zenekarba játszani, vagy bármi. És akkor igazából így jött ez az ötlet, hogy akkor jó lenne egy jobb hangszer, amivel már lehet is. Azt hiszem mind a kettőnek volt beépített hang, illetve ennek van, de ugye azt hiszem a Rolandnak is volt beépített hangszórója. Úgyhogy ilyen önmagában használható volt a történet, igazából nem kellett hozzá nagyon semmi kiegészítő, vagy bármi ilyesmi. És akkor közben mindjárt megtalálom egyébként, amit szerettem volna mutatni. Meg is van. Na itt van, ő az. Szóval ő volt az első ilyen tényleg igazibb hangszerem. Hogy nem is tudom, hogy mondjam, hát egy komolyabb hangszerem, inkább így mondom. Szóval ez már árban is egy komolyabb hangszer volt. Meg már azért évek óta szerettem volna egy másikat, ugye az meg volt 7 évig az előtte levő, meg aztán ez is meg volt utána még, hát több mint 7 évig. ez nagyon sokáig meg volt utána, hát még most is megvan, de hogy utána egy ilyen tizenpár évig még használtam is aktívan. Úgyhogy ez volt az a hangszer. Most akkor így akkor láttátok is. És ugye akkor giminél vagyunk, ugye elmentem 6. osztályos gimibe. Nem tudom, mennyire mondtam az okokat múltkor, mert talán szóba került, de mindegy, nem volt annyira jó amúgy az osztályban a légkör, úgyhogy nagyjából ez volt az oka. És akkor egy másik városba ráadásul, teljesen más emberekkel. És hát sose bántam meg ezt a döntést. Mindenki tök jó volt, és ott találkoztam egy olyan osztálytársammal, akit Vincinek hívnak. És ő gitározott amúgy. És akkor ővele kezdtünk el ezzel nagyalni, hogy ú, de jó lenne egy zenekart csinálni. Milyen menő lenne, nyilván ez még inkább csak ilyen menőnek számított. De hogy úgy együtt zenélni, nyilván nem egyedül már csak. Mert hát nem azt mondom, hogy abban már kimaxolt az ember minden, csak hogy egy ilyen izgalmas dolognak tűnt az, hogy milyen lenne több emberrel zenélni. Akkor még ilyen koncert, vagy ilyenek, ezt senkit nem érdekelt még. Egyedül csak az, hogy már azt mondta, hogy zenekarba vagy, már az egy ilyen izgi dolog volt. És akkor az egész 7.-8. az ebben az ötletelésre ment rá, több nevet kitaláltunk. Volt Centurio. Az történelem órán jött az ötlet. Majd a végén mutatok logót, jó? Ezt én csináltam Paintbe. Nem biztos, hogy akarom, hogy lássátok. Na, mindegy, a végén szóljatok majd, jó? És akkor megmutatom az extrában. Szóval volt Centurio, aztán volt Fear of the Madness, vagy mi volt, de arról pólóm is van valahol, megkaptam. Aztán volt Hunters, de azzal már van rendes próbatermi felvétel. Nem tudom, hogy köztem mi volt, közte is biztos lehet volt még. Ez ugyanaz kb. Végig, csak más név. Volt Hunters, és akkor utána lett Heart of Rock, és utána lett Felicium. Ja. És akkor most már tudjátok, honnan jön a nevem a játékokban. Az első zenekar, amivel koncertem volt igazából. Onnan jön. Na de ne rohanjunk ennyire előre, mert még nem vagyunk ott.
Úgyhogy olyan ott tartottam, hogy ugye megismerkedtem ezzel az osztálytársammal, és hát mindenféle zenét vittünk egymásnak, hogy ezt hallgass, de minden stílusban a rocktól a mindenféle szimfonik metalon át, a dead black metalon keresztül a mindenen át, tényleg mindenfélét. Nagyjából ekkor kezdtem el ilyen Metal Hammert is venni, ugye ez egy ilyen rockzenei újság volt, illetve még most is az. Annak előfizetője voltam, vagy 10 éven keresztül kb. Majd közel 10, meg is van az összes lap amúgy. Az összes újság megvan 10 évről kb. Még utána is néha veszegettem egyet-egyet, de aztán valahogy leszoktam róla. Még azt vettem meg, amelyik benne voltunk, amikor, mert ők lettek a kiadónk, Acid Victoriával, és akkor megvettem egyet, talán amiben benne voltunk. Vagy nem is kaptunk, már nem emlékszem, na mindegy. Szóval nagyon szerettem ezt az újságot, mindig elolvastam az egészet, vagy ha nem is, az még túlzás, hogy elolvastam az egészet, mert igazából a számomra érdekesebbeket olvastam el, szóval ha annyira mennyi Ossian cikket meg CD-t lehet, van pólóm is, hagyjuk. Na, szóval, hagyjuk tényleg. Szóval, ja, nagyon sok olyan újságom van, és igazából mindig megnézegettem, és hogyha olyat láttam, ami mondjuk vagy olvasás alapján érdekes volt, vagy nagyon szerettem a kis cikkeket, ami ilyen, mondjuk ilyen ekkora blokk volt, és egy lemezről szólt. És röviden elmondták, hogy tetszik annak, aki hallgatta, meg pontszám volt, meg ilyenek, és hogyha az érdekelt, érdekesnek tartottam, amit ír, akár tetszett neki, akár nem, akkor volt, hogy rákerestem, hogy akkor mégis mi ez, belehallgattam ilyesmit. Nagyon sokáig válogatás lemezeiket is hallgattam, szóval Metal Hammer az végigkísérte az egész életemet ilyen szempontból, meg még angol Metal Hammert is vettem párszor, és akkor angolul is olvasgattam valamennyit. Abban is voltak tök jó lemezek. A Vásli Sleepset nem tudom ki vágja, az első demójuk az benne volt, és ezeken megvan eredetiben. Szóval azóta meg milyen ismert banda lettek, basszus. Ja, például. Igen, úgyhogy... igen, azt vettem jó sokat. Meg tényleg cserélgettük a lemezektől kezdve, a pendrive-on vitt zenéken át, mindent. Tehát folyamatosan mondtuk egymásnak, hogy ki mit fedezett fel. Nekem kategorizálva vannak azóta is zenék abból az időszakból. Neked is már ilyen rakadt? Igen, rockinformom is van, így van. Rockinformom is van, pár darab. Ja, azokat nagyon néztem akkoriban, meg nagyon olvastam meg. Tényleg nagyon sok zenekart onnan fereztem fel. Tehát ez nagyon izgalmas volt. És ez is hozzásegített ahhoz, hogy engem érdekeljen azt, hogy én is zenélni szeretnék, mert tök érdekes dolgokat olvastam a zenekarokról. Akár külföldi, akár magyar. Meg koncertre is sikerült egy-egyre eljutni, általában a szüleimmel még az eleinte, ugye. Aztán később már egyedül is. Azok is tök jó élmények. És igazándiból így felezgettem fel a zenekarokat, meg kaptam is ötleteket másodtól, meg újságba is olvastam, és tényleg én mindenfélét hallgattam. Tehát volt olyan, hogy, és nem csak rock metalba hallgattam, volt olyan, hogy hallgattam rappet, meg ilyen diszkózenét is valamennyit, nem sokat, tehát ilyen egy-egy hétig max. De hogy volt olyan is, amikor egy hónapig csak black metalt hallgattam, vagy folkot, vagy nem tudom, folk metalt, meg volt, amikor hard rockot, mit tudom én, tehát hogy iszonyat sokfélét, mindig volt, ami megtetszett, és akkor abban a stílusban mindenfélét megpróbáltam megismerni, amit csak lehet. Csak egy hónapig jó, hogy úgy értem, hogy csak azt. Tehát, hogy más nem. Szóval igazából elég sokféle dolgokat hallgattam. Úgyhogy így minden stílusból voltak kedvenceim igazándiból. Nem is mondanám ilyen stílus függőben magam. Ma, mert hogy tényleg bármit, tehát éppen mihez van kedvem, ez azon is múlik talán. Hogy éppen milyen stílus hallgatnék szívesen. Van, amikor valami klasszik rockot, van, amikor meg valami nagyon ordibálos sztorit. szóval ez teljesen változó. Na, és akkor ott tartottunk, hogy az osztálytárs meg 7.-8. És ezt bedobom a chatbe, jó? Majd Kikontrollcéztem, majd bedobom, ha odaértünk. Mindjárt mi is odaérünk.
De erről, hogy megvan az első zenekarom, akivel voltak koncertek, stb., annak megvan a weboldala még, amit én csináltam. Én géportálos, összerölgitek magatokat rajta. Azt be fogom dobni chatbe, ha nézhessétek majd. Na. És akkor ugye eljutunk odáig, hogy első próba. És azt fel is írtam, mert találtam róla felvételt, úgyhogy meg tudom mutatni életem első próbáját. Konkrétan, mert megtaláltam a képeket, lehet videót nem találtam, képeket találtam. Videó is van egyébként későbbi próbákról, de találtam képet, és ott megtaláltam a timestampbe, hogy március volt. Szóval 2008 márciusa. Nagyjából az ezelőtti részekről olyan sok mindent nem érdemes már beszélni, mert igazándiból olyan érdemi dolog nem történt. Nincs felvétel, nincs kép róla. Kép van. Képet tudok majd mutatni onnan is. Nagyon viccesek. De tényleg. Meg kínosak is. Viszont akkor volt az első próba. Igazándiból egy sráccal ismerkedtem meg. Őt Salk Tamásnak hívják, vagy csak Stomnak hívtuk. Szóval Stommal ismerkedtem meg. Úgy találkozni, nem tudom, hogy honnan ismertük meg egymást, vagy neten keresztül, vagy valaki által, de busz megállóban találkoztunk, mert félúton lakott. Tehát én Szigetváron lakom, és ő kettő között lakott, Pécs és Szigetvár között. Úgyhogy együtt buszoztunk sokszor. És úgy találkoztunk, hogy jön egy srác, kilóg általában egy dobverő, és amúgy gitározik. Hát mondom, nagyon jó, amúgy. Jó kombó, nem baj. Nézzük meg, hogy mi lesz belőle. Idősebb volt jóval, mint én azért. És neki már volt előtte azért zenekara. És akkor vele találkoztam, és az első alkalommal valakinek a haverja jött el dobolni, fogalmam sincs, hogy dobolt valami profi zenekarba, és akkor eljött, hogy így eldobolgat, mert nem tudom, tényleg jó volt amúgy. És találtunk még egy srácot, aki Dominiknek hívtak, illetve Stom, meg én. Tehát igazából nem volt basszusgitár, azt hiszem két, sőt nem, jött egy basszusgitáros is, de. Egy basszusgitáros is jött, akivel meg egy suliba jártam. És ővel találkoztam egyébként rá 10 évre. Igen, rá 10 évre találkoztam rá egy melóba. Mert ugye a srác profi fénytechnikus lett azóta. Úgyhogy ja, érdekes dolgok vannak. És mondtam neki, ő nem emlékezett rá egyáltalán egyébként, de mivel megkérdeztem, hogy hova járt suliba, meg ilyenek, és akkor kiderült, hogy ő volt az. Mert a beceneve ugyanaz volt, és azért gyanús volt, hogy nem hívnak azért ugyanolyan becenével két embert valószínűleg, és így is volt. Szóval volt ez a zenekar, és ezt neveztük el Huntersnek, nagy H-val és nagy S-sel. Nagy H-val és nagy S-sel volt Hunters. Ez volt az első zenekar. És na, ezzel szenvedtünk egy vagy két éven keresztül. Úgyhogy jöttek az emberek, mentek az emberek, megint jött új, megint elment, nem tudott dobolni, nem tudom, mi se tudtunk játszani, mi se tudtunk zenélni, majd hallani fogjátok a felvételekből, tényleg. Mi se tudtunk nagyon, de ja, nem nagyon jöttek össze a dolgok. Szóval volt ez a Dominik nevű srác, ő például nem fizetett próbatermet több héten át, ugye én fizettem helyette, aztán mondta, hogy nem is volt ilyen. Aztán szerintem el is felejtette, hogy tényleg volt ilyen, szóval ő sosem fizette ki azt, de mindegy, ezen már nem újjon, az bár nem nagy pénzekről beszélünk, 700 forint volt egy óra a próbaterembe. És Pécset próbáltunk, Matus Péternek a próbatermébe. Ha nem tudsz zenélni, csak punkzenekart kell csinálni. Hát igen, nem az, hát szintetizátorral nehéz vágod, szimfonikus punkzenekar. Szintetizátorral nehéz punkzenekart csinálni. Úgyhogy én másba gondolkoztam emiatt, inkább ilyen olyan rockzenében van billentyű. De nem volt ilyen konkrét elképzelés, csak zenéljünk. Szóval nehogy azt képzeljétek, hogy ilyen konkrét koncepciók voltak, hogy mi mit akarunk. Vagy milyen női vagy férfiének legyen, énekesünk sem volt, nem tudom meddig. Csak zenéltünk először, nem is volt énekes. Egyáltalán. Valamennyit kiabált be Stom mikrofonba, ő tudott valamennyire, de az se volt a nagyon komplex ének. Úgyhogy igazából az, hogy mi mit játszunk, azt mi se tudtuk. Nem volt ilyen stílus, hát most gondolj bele, 14 éves voltam. Hát, hogy így 14 évesen még
nem nagyon tudod ezt, hogy mit akarsz igazából így zenélni szempontjából, mert van, aki igen, de nem nagyon tudtuk, mi csak zenélni szerettünk volna, csak jól akartuk magunkat érezni, ez egy ilyen olyan dolog volt, amit szerettünk csinálni, és ennyi. És minden, próbáltuk minden héten menni, és minden héten zenélni. Aztán majd valami lesz. Tehát az, hogy koncert lesz, vagy... Hát álmodoztunk róla, persze. Persze. De eleinte még, még az se. Mert nem ez volt a lényeg, nem ez volt a cél. Egyáltalán csak az, hogy jól érezzük munkat, meg hogy ez érdekel minket. És megvolt az első próba. Ugye mondom, volt ez a Dominik nevű srác, volt annak egy még fiatalabb haverja, aki jött dobolni. Aztán utána megint cserélődött, volt egy srác, aki ami nevelő otthonos srác volt, és akkor néha el tudott jönni, néha nem. Néha volt pénze, néha nem, szóval én nem tudom, tehát ilyen az is fura volt. Meg aztán még megfordultak, ez itt csak onnan jutott eszembe, hogy a képek amúgy. Tehát megnéztem képeket ma, és annyi emlék előjött, Jézusom, nagyon-nagyon sok. Úgyhogy így nagyjából így ez történt, hogy cserélődtek az emberek, és eljutottunk oda, hogy 2009 környéke talán, arról is biztosan valahol kép, de ezt nem találtam meg, úgy döntöttünk, hogy ne fizessünk már egyelőre próbateremért, hanem valami garázsba is lehet, hát mit tudom én, oldjuk meg valahogy. És elmentünk a Stomhoz, Stomékhoz, nekik egy dupla garázsuk volt, mármint hogy dupla hosszú volt a garázs, mert két autójuk volt, mert nagyszülei is ott laktak, és akkor meg lehetett oldani azt, hogy az egyik autó előrébb áll, és akkor amögött tudunk mi próbálni. Zseniális. És hónapokon át ott próbáltunk amúgy, a garázsba. Most azon gondolkodok, hogy az első koncertünkre is lett ott készültünk fel, nem is tudom már. És így hirtelen, hogy ez... Nem emlékszem, hogy mennyi időt próbáltunk ott. Az első koncertünk, próbáltunk, azt mondom, hogy próbáltunk próbaterembe is, de próbáltunk a garázsba is. Ez legalább ingyen volt, ugye. Meg akkor ott voltak már a hangszerek, ilyesmi, nem kell cipekedni annyit. Én is csak fél útig mentem, ugye. Párszor ezt is megcsináltuk. Érdekes voltam úgy garázsba próbálni. Tényleg majd keresek valamikor képeket róla, mert vannak ott is voltak vicces dolgok. Úgyhogy eljutottunk oda, hogy... Nézem, hogy nem elhagytam ki semmit. De szerintem nem. Hát itt igazából... Tök érdekes volt ott próbálni ebbe a próbateremben, megfordultak ott ilyen népszer, ismertebb zenészek is. Volt, hogy a szomszédban Rudán Joe énekelt. Volt az, ami menő volt. A szomszédban Rudán Joe-nak volt egy próbája. Így mellettünk. Egy fal választott el minket, egy ilyen vastag fal. Ilyen mondjuk, de igen. Ja, de Matusnak sok mindent köszönhetek. Az biztos. Úgyhogy én akkor csak billentyűztem még mindig egyébként. És eljutunk addig, hogy ugye 2009, és azon gondolkoztam, hogy de 9-ben volt, igen. 2009, és akkor most bedobom a linket. Nektek. Meg lehet nézni egy gyönyörűséges oldalt. ez volt az a zenekar. Hát először még, azt hiszem Heart of Rock volt a nevünk, és avval léptünk fel az első koncerten, és utána, sőt, nem, de. Igen, az első koncerten, és utána a basszusgitárosunk így eltűnt. Nem tudom, eltűnt. Ott hagyta a cuccait is. Eltűnt, és soha többé nem hallottunk róla. És lett egy másik, és akkor cseréltünk nevet. És akkor lett Felicium a név. Nem is emlékszem már, hogy honnan jött a név egyébként. Az új basszusgitáros találta ki. Vagy ő, az ő ötlete volt amúgy a Felicium, mint név. Meg a logó is. Nem rossz. Katasztrófa. Olyan durva, hogy még él ez az oldal, nem? 2009-ben csináltam. És él még mindig. Ugyanúgy. Nagyon érdekes amúgy. Nagyon érdekes. Hát, mindegy. Jó. Szóval ott tartunk, hogy 2009. És ekkor sikerült már egy olyan tagságot összerakni, ami viszonylag állandó volt. Hát ügyesek nagyon nem voltunk, de annál lelkesebbek. És az énekesünknek az iskolájában volt egy ilyen rock est. Ez, nem is tudom mi volt, Kok Valéria volt a slúj neve, talán pécsi iskola, és ott felléphettünk ilyen nagyon rövid idővel az elején. Azt hiszem 3 számot vittünk. Nem is tudom, hogy volt-e több számunk amúgy most, hogy így gondolkozom. 3 számot vittünk, meg visszatapsra ismételtünk egy dalt. És ez...
Szerintem fent van YouTube-on amúgy koncertről valami, de ha nincs, akkor nekem is meg kell, hogy legyen, csak lehet, hogy DVD-n, nem tudom. Nem tudom már hirtelen. Ezt nem ástam elő, ezt a koncertet egyébként. Mert DVD-kre is írtam ki, nem tudom, azok működnek-e, még majd átmásolom gépre azokat is. Valamikor. Úgyhogy, na, gyönyörű ez a weboldal, nézzétek meg ott a link a chatbe. Ez volt az. Ott van a koncertek is, hogy mikor voltak. És megcsináltuk az első bulinkat. Hát tök büszke voltam amúgy, meg tök jó volt, meg képzeljétek el, nem mentem aznap suliba. Mert hogy megkértem a szüleimet, hogy basszus, koncertem lesz, már nem lehet-e megoldani, tudod, ne kelljen már menni iskolába aznap, vagy nem is tudom, és így meg kiírtak arra a napra. Úgyhogy tök menőnek éreztem magam, hogy nem megyek iskolába, és még koncertem is lesz. Hát maradjunk annyiba, hogy azért még messze volt attól, amire ma azt mondanám, hogy elmegy kategória, de az élményeim azok jók egyébként ezzel kapcsolatban, szóval ott volt viszonylag sok ember, és amúgy még úgy az a vicc, hogy ott ugráltak elő. Tehát, hogy tényleg amúgy tök jó volt. Meg tök lelkesek voltunk, meg pozitív dolgot adott fel, minden koncertemet majdnem felvettük, mert apa mindig jött kamerázni, meg fotózni. Ezt is egyébként nagyon hálás vagyok neki azóta is érte. Milyen hosszú hajam volt. Arról is mutatok majd képeket, így van. Olyan hosszú volt, mint neked majdnem. Kicsit rövidebb. Azért. És tényleg nagyon hálás vagyok érte azóta is, mert szinte az összes koncertemen ott volt. Max akkor nem volt ott, ha nem tudott eljönni, mert mondjuk máshol volt. Már, mit tudom én, volt ilyen egyszer, azt hiszem, hogy nyaraltak pont, vagy nem is tudom, már valahol el kellett mennie. De amúgy mindig ott volt, mindig kamerázott, mindig fotózott, és ezért vannak videói, meg képeim főleg. És ez tök jó amúgy. Úgyhogy meg volt az első buli, eltűnt, mint a kámfora basszusgitárosunk, és szereztünk még egy gitárost, jött az új basszeros, aki dobos zsombornak hívtak, szóval a basszusgitáros dobos volt, és zseniális amúgy, tehát azon flasheltem, hogy ezzel a névvel dobolni kellett volna, mert mekkora már, hogy hívnak, dobos zsombor, és mit csinálsz? Dobolok. Hát így, rohadt király. És ő belki a beceneve Rocky volt, nem Bábua, és rohadt nagy arc voltam úgy a srác. És akkor vele egy kicsit más koncepciót találtunk ki, meg neki voltak ilyen komplexebb elképzelései arra, hogy mifelé menjünk. És így jutottunk el oda, hogy felléptünk Pécsnek az egyik legnépszerűbb klubjába, amit akkor Toxicnak hívtak, Toxic klubnak. És gyakorlatilag teltház volt a koncerten, de olyan szinten, én nem tudom, mi történt. Emlékszem, hogy pakoltunk a színpadon, és egyszer felnéztem, de már nem tudom mióta lefele néztem, mert tudod, kábeleket vettem ki, minden, felnéztem, és nem láttam a tömeg végét. Én nem tudom, mi történt, azóta sem, hogy ez mi volt, nem láttam az emberek végét, hogy hol van vége? És így meglököttem a dobost, hogy hallott, nézd már föl, és így felnézett, és megfagyott ő is, hogy Jézus, mi lesz itt? Úgyhogy az, akkor sem voltunk jók, de arról is van egyébként ugyanúgy felvétel, viszont akkor már nem voltunk annyira rosszak, már viszonylag egybe volt a dolog egyébként. És akkor megcsináltuk ezt a bulit, utána jött egy hosszabb szünet, ez júniusban volt, 2009, és decemberig mi nem léptünk fel. Az az én sulimba volt, a decemberi, az én sulimba volt a rockbuli, az majdnem minden évben volt, és akkor egy ideig elmaradt, és akkor én felélesztettem ezt, hogy csináljunk már egyet, és akkor megszerveztem egy ilyen rockbulit, nyilván ilyen dökös sztorikkal együtt, tehát hogy ők segítettek. Megszerveztünk egy ilyen rockbulit, leszervezték hangosítást nekünk, mindent, meg fizették is, meg van belépő is volt, nem tudom. És közben mi dobost cseréltünk. És lett egy új dobosunk, és akkor ezen a bulin már így léptünk fel. Ez nagy upgrade volt egyébként, mert ő tényleg egy profibb dobos volt, ő már dobolt tényleg 4-5 éve, tényleg nagyon ügyes is volt a srác, egy suliba jártunk egyébként, ráadásul egy évfolyamtársam is volt, jól emlékszem, és az tök jól sikerült ez a buli. Egyébként arról is van fotó, egyet azért mutatok belőle, csak hogy lássátok, hogy nem csak úgy össze-vissza dumálok. Azt mondja, hogy...
Hát ezek a régi fura képek, nem ezt akarom. Van ilyen is, amit én hülye fejeket vágok, szándékosan azokat is megtartottam nektek. Na megvan. Ez lesz az. Így. Kicsit kicsinyítünk rajta. Na, mutatom. Ott van. Na, úgyhogy ez volt. Ja, ne takarjam el magam, mi? Mutatom akkor így. Ilyen hosszú olyan volt eléggé akkoriban. Úgyhogy ez volt az a rockbuli a saját sulimban. Na, itt viszont nagyon büszke voltam rá, az biztos. Jézusom, hát azért mégis a saját osztálytársaid, meg az egész sulid előtt fellépett, főleg úgy, hogy tele van a terem. Az egy iszonyatos a jó dolog egyébként. Talán van egy olyan kép, ahol az is látszik, hogy tele van a terem, de tényleg az, hogy bár itt is látszott, tényleg az, hogy ez egy iszonyat jó érzés volt amúgy. Itt van egyébként. Itt talán jobban látszik. De hogy tehát tényleg iszonyatul, és ezért tök jó, hogy amúgy apa ezeket csinálta, mert egy csomó emléket felhozott ezt, hogy így most erre egy emlékezhetek. Szia egyébként, Balázs, szia. Hogy erre egy emlékezhetek, és tök jó lesz a érzés. Meg nyilván megszépíti a dolgokat azért az idő, de jó erre visszaemlékezni amúgy. Nagyon-nagyon jó. Úgyhogy ez volt 2009 vége, és akkor utána még következő évben volt jó pár ilyen tehetségkutatón felléptünk, ez látszik a weboldalon, amit bedobtam linket. Nem tudom, Balázs, itt voltál-e, itt a weboldal link. Ez volt életem első weboldala is egybe. De ez csak egy gépportálos összekattingatós tudsz volt, semmi extra. De én töltögettem fel a tartalmat. Úgyhogy úgy nézzétek, gyönyörű. Na, és meg volt ez a fellépés. Utána néhány tehetségkutatón felléptünk még, és aztán kilépett a dobos, és azzal felosztott a zenekar sajnos. Azt hiszem úgy volt, hogy a dobos kilépett, és akkor már más is mondta, hogy jó, hát akkor már nekem sincs kedvem. És akkor meghívtak minket még abba a klubba harmadszorra is, ami a legnépszerűbb klub volt a városba, és akkor azt már sajnos le kellett mondanunk. Mindenki el akarta vállalni, csak valami szalagavató volt aznap, vagy nem tudom, valakinek, és akkor mondta, hogy nem tudja megoldani. Sajnos igazi búcsú koncertig nem lett, pedig biztos, hogy nagyon jó lett volna. Nagyon sajnálom amúgy, de nagyon-nagyon tényleg. Ez volt életem első igazi zenekara, tényleg azt kell mondjam, ez a Felicium, és az igazit azt nyilván úgy értem, hogy amikkel tényleg koncertek is voltak, tényleg voltak célok, amiket el akartunk érni. Tényleg budapesti volt póló biznisz. Igen. Igen, már az is, de nem vett senki, csak kiraktuk, hogy lehetne, aztán nem szorakasztunk vele. De igen, nekem van egyébként a ilyen Feel of the Madness-es pólom. Meg Feliciumos pólót, azt meg kaptam. Nagybátyámtól kaptam. És az volt ráírva, hogy kis dobos. Vagy mi az, kis billentyűs, most nem kis dobos. Kis billentyűs, az volt ráírva. Mert ugye szó közel, egy kis és billentyűs, de hát kis billentyűs. Kis dobos, igen, az is vicces lett volna. Ja. Szóval nagyon sajnáltam, hogy feloszlott, meg cseréltünk még énekesnőt is, mert kicsit hamiskás volt a... Bár egyébként én mindig olyan rosszul éreztem magam az ilyen tagcseréknél, mert tökre szerettem azt, akikkel zenéltem, és tudtam azt, hogy ő is például próbákon nem volt hamis. Egyszerűen valahogy élőben nem hallotta magát annyira, meg gyerekek voltunk még, nem tudtuk, hogy működik ez, nem volt még fülmonitor akkor. És igazándiból, hogy tök rossz, mert közben meg én nagyon szerettem őt. Aki volt, de lecseréltük, úgyhogy másik lett, és akkor ővele is volt még koncert, felléptünk még, nem tudom, tehetségkutatón is, és akkor utána felosztott a Felicium, és ezzel párhuzamosan kezdtem el így poénból dobolni, még amíg volt a Felicium, és volt egy Plug nevű zenekar, sokkal idősebbek, mint én, tehát már ilyen egyetemisták voltak, és akkor hozzájuk elmentem, és akkor most talán anyáik nem haragszanak meg, ezt a sztorit elmondom, mert ezt ők is tudják.
Volt egy ilyen, ami kórusos fellépés lett volna, és aznapra volt egy próba megbeszélve ezzel a zenekarral. És akkor ugye elmentem kórus fellépésre, csak mégsem, mert ott meg azt mondtam, hogy beteg voltam, vagy valami ilyesmit mondtam, nem tudom. Életem egyetlen hazugsága szerintem, és nem tudom, hát most mondanám, hogy szégyellem magam, de hát ja, ennyire szerettem zenélni amúgy tényleg csak. Úgyhogy gyakorlatilag szerintem az egyetlen volt, amikor ilyenért így tényleg füllentettem. De helyette oda mentem, és akkor ott próbáltunk. Ja, az tök jó volt amúgy. De aztán feloszlott a Felicium, és akkor utána mondták, hogy találkozzunk, és akkor gyakorlatilag kirúgtak. De úgy, hogy a zenekar kétharmada nem tudott róla, hogy kirúgtak. Mert velük nem beszélték meg ezt a dolgot. Elfelejtették, nem tudom. Úgyhogy így akkor zenekar nélkül maradtam utána. És akkor voltak ilyen kisebb próbálkozások, de azok nem annyira említésre méltóak talán. Volt egy ilyen próbaterem, ahol próbáltunk, ez ilyen főút mellett volt, és a csávó buszsofőr volt. És egyszer elfelejtette otthagyni nekünk a kulcsot. És a rendes volános busszal odajött, megállt, és kidobta a kulcsot. Próbaterem kulcsot. Az nem tudom mi volt. Jézusom! Volt egy ilyen, az nagyon kemény volt amúgy. Jön egy volán busz, mondja, szavaztok srácok, puff, és oda dobta azért, oda dobta a kulcsot. Az zseniális volt. A másik kedvenc sztorim, ez is csak most jutott eszembe ebbe a pillanatban. Péntek 13 volt, ne kérdezzétek melyik hónap, meg melyik év. Ülünk a próbaterem előtt, várjuk ugyanígy a csávót, hogy beengedjen minket. Stom gitározgat, mondom neki, figyelj, lehet nem kéne gitározni, mert péntek 13 van. És hogy kimondtam ezt, hogy lehet nem kéne gitározni, a két szó között ping, elpattant a gitárhúr. Én nem vettem észre, hogy beszélek, tudod, a srác elkezd röhögni, meg néz rám, mondom, mi történt? Azt így mutatja a húrt. Zseniális volt az is. Ez kajakra most jutott eszembe egyébként ebbe a percbe. Tehát, hogy ebbe a másodpercbe jutott eszembe. Az a vicc, hogy minél többet nézek róla videókat, képeket, vagy beszélek róla, annál több jó élmény jut eszembe ezzel kapcsolatban. Mi Stommal még egyébként zenélgettünk utána, csináltunk még egy zenekart, ott is én billentyűztem, ő gitározott, ott ő énekelt, avval is volt fellépés. Aztán valahogy ezek így abban maradtak meg, közben volt, hogy nem is volt, tizedikes voltam egyébként kb. A 9-10-es, 9-kötőjel tizedikes voltam a Felicium idején. És akkor utána eljutunk oda, hogy én 2012-ben érettségiztem, és volt akkor is, tehát mindig volt valami, eljárkáltunk, nem tudom, és erről is van egy sztori, ha már ilyen tanulással kapcsolatban, hogy hát azért volt egy feltétel, hogy én zenélhessek, az az, hogy normális ügyeim legyenek, ami általában azért megtörtént, de a kémia nem volt a kedvenc tárgyam, maradjunk annyiban, az annyira nem, és hoztam belőle egy kettest, azt hiszem, kettest, igen, és ezt úgy nem nagyon mondtam el, és így, talán én is felejtettem amúgy, nem tudom. Ez úgy súlya hangzik, meg jó kifogást tudom, de hogy mindegy, nem mondtam el, lehet, hogy szándékos. És lett volna egy próba vasárnap. És azt hiszem aznap, délelőtt, valahogy pont a lapjaim közül kicsúszott a kettes dolgozat. Nem mehettem el próbálni. Mondták, hogy jó, akkor ma nem mész sehova, fiam. Az akkor kimaradt. Azt lemondtam akkor. Azt mondom, ilyen második, harmadik próbánk volt kb. Lett volna, vagy nem tudom, negyedik, valami ilyesmi. Ja, ez is egy érdekes. De egyébként nem sokszor volt ilyen. Általában egyébként támogattak szüleim ebben, hogy én zenélek. Hát, tehát mindig mondták, hogy amúgy ne foglalkozzál vele annyit, meg ez csak egy ilyen szórakozás, és hogy ebből semmiképp nem lehet megélni. Az kiderült később, hogy ezért nem teljesen igaz. De meg lehet azért. Ma nem, tehát manapság nem, amióta Covid van, nem, de amúgy. Viszont mindig támogattak benne, mindig vittek koncertre autóval, mindig eljöttek értem, mindig nem tudom. Mindenbe segítettek amúgy, szóval semmi rossz dolgot nem tudnék egyébként mondani, sőt, csak jót. Meg buszoztam a szintetizátor a nyakamba, amikor nem kocsi, az volt még nagyon jó. Kedvenc élményeim, meg amikor becsípődik a hátad a, tudom, 10 kilós szintetizátortól, az jó, nem tudom hány kilós. Jó volt.
cipeltem, hogyha suli után volt próba, akkor egész nap vittem a hátamon az iskolába. Zseniális. Ennyire szerettem zenélni, hogy bármit megtettem érte. Bármit. Nem, tök mindegy volt, hogy mi az, mit kell. Mondta, hogy mit kell, megvan. Fogd meg a söröm, nagyjából ez a mondatot lehetne hozzá mondani. Szóval iszonyat szerettem amúgy zenélni. És eljutunk a 11-12-hez, inkább pontosabban 12. osztályhoz. Akkor összejött egy teljesen más társaság, ahol nem volt dobos. És mondom, hagyjad már, leülök. Leülök, az dobolok. Valami lesz. És az osztálytársammal, Vincivel csinált, volt egy EU-s, megmutatom majd ezt a dalt is a extrában. Volt egy EU-s ilyen dalszerzői pályázat, minden országból mentek be dalok, és akkor kiválogatták a országonként legjobbat talán, nem tudom, és akkor utána azt rangsorolták, fogalmam sincs, és írtunk egy saját dalt angolul. Nem magyarul, de hogy megcsináltuk rá az angolt is, na, inkább így mondom. És akkor videót is kellett hozzá, ilyen dalszöveges videót csináltunk, és ezt leadtuk. Ez is tök jó volt ezt csinálni. Onnan is van egyébként egy vicces sztorim, stúdiózás, életem első stúdiózása, próbaterembe bemikrofonozva, ugye Matus megcsinálta minden, egymás után játsszuk a dalt, ha van benne hiba, ugye mindig újra kezdjük. Ez ilyen egybefeljátszós volt, és tök jól elkezdtük a dalt, a közepénél tartottunk, minden rendben volt, megnyit a srác, azt mondja, várjál, nem indítottam el. Bazzeg. Hú, de rossz volt az. Nagyon rossz, az nagyon rossz volt. Ez annyira megmaradt bennem, ez beleégett a szemembe, ahogy ott áll. Mennyit? De röhögő is. Tudtam, hogy ki leszünk. De hallotta, hogy jól ment. Az az egy játszáspont. Na, az is egy vicces volt egyébként. Na és 12-ben csináltunk egy zenekart, Undying Spirit névem. És itt volt egy tök jó énekes egyébként, Tony, aki tényleg tök jól énekelt. Volt egy basztaros, aki a suliba egyik tanár fia volt egyébként, meg oda is járt abba a suliba. Meg volt egy srác, akire már nem is emlékszem, talán valami Dávid, de tényleg nem tudom, tehát őre nem emlékszem, ő volt a gitáros. És akkor így négyen, és volt valami, a sulihoz is kellett valami, és eljöttek a tanárok meghallgatni minket a próbaterembe, de ott így nem annyira jött be nekik, és aztán volt egy sulis, ki mit tud, és utána megdicsértek minket, hogy mennyit fejlődtünk. Arról is mutatok fel. Na, viszont itt jön az, hogy na, erre már büszke leszek. Szóval, itt úgy dobolok, ahogy ne dobolj, mert karból, itt tőből csapkodom a dobot, tehát így ne. De viszont arra büszke vagyok, mert tök jól sikerültem úgy. És ezzel a zenekarra is volt jó pár koncert, és ez a banda azért oszlott fel, mert én eljöttem ugye egyetemre Budapestre. Gyakorlatilag. Ez is egy tök jó zenekar volt egyébként, ezt is tökre elvesztem. Meg jött egy profi gitáros is egyébként, aki az énekes ismerőse volt, az is nagyon jó volt amúgy. Úgyhogy ez is egy tök jó zenekar volt, illetve volt még egy banda, az a Tiltott Gyümölcs nevezetű volt. Ők meg megkértek, hogy egy koncertre ugorjak be, és akkor írtam billentyűket a dalaikhoz, egy billentyű dalamokat, és akkor Szigetvárra volt egy fellépésük, szóval ott az volt életem első otthoni fellépés, azt hiszem. Nem is saját városban. És akkor ott felléptünk. Kétszer is. Egyszer az Undying Spirit-tel léptünk fel, úristen, most jut eszembe, tényleg. Meg egy motoros találkozón is, az is vicces volt. Volt egy csávó, vége lett a dalnak, oda jön az helyi falusi gyerek. Próbálok PC lenni, C betűs, szó jutott eszembe, de nem mondjuk ki. Oda jön, azt mondja, hey tesó, te prasszió, tudsz vagy tankcsodát? És én mondtam, Jézus! Nagyon jó volt. Azt hiszem, hogy tankcsapdát talán játszottunk, de... tankcsapdát azt hiszem játszottunk, de depressziót nem amúgy. Depressziót akart nagyon amúgy, azt hiszem. Ja. Az a zenekar az nem saját dalos zenekar volt, talán nem is írtunk nagyon saját dalt, az cover volt csak ilyen. Red Hot Chili Peppers, tankcsapda, Black Sabbath, Paranoidot játszottunk. Born to be Wild-ot játszottunk, hát ilyesmiket, legalább jó az ízlése, igen. A depressziós póló is volt rajta, azt hiszem, amúgy. Ja. Na és akkor elértünk az egyetemhez. 2012 nyara.
És ugye tudtam, hogy megyek Budapestre, és mondom, én szeretnék ott zenekart, ugye nem volt egyáltalán, és mondom, akkor nézzünk valamit, és Metal Hammer itt most visszajön. Metal Hammerben volt egy rovat, amit rohadtul hiába olvastam, mert mindenki budapesti volt általában, vagy más városbeli. Ott volt egy zenekarkeresős rovat, és volt zenész keres zenekart, és volt zenekarkeres zenészt. És ott megtaláltam a hirdetést, azt mondták, hogy ők nem is adtak fel oda a hirdetést, úgyhogy nem tudom, hogy került oda. Megtaláltam a hirdetést itt a Lost Illusions nevű zenekarnak, ez egy symphonic rock zenekar volt, női énekkel. És megtaláltam annak a hirdetését. És mondom, hát basszus, ez tök érdekes, meg tök jól nézett ki, írtak, saját dalok voltak, meg mit játszottunk? Most választom a Linkin Park, de szerintem igen. Volt egy Linkin Park, szerintem nem biztos, de Evanescence játszottunk amúgy, meg Within Temptation-t, meg nem is tudom még mit. Ilyesmiket meg voltak saját dalok is, meg ugye később én is vittem dal. És neki írtam, hogy küldtem ugye felvételeket, régi zenekarokból, ilyesmi. Hogy mégis... Ja, Linkin Park, aha. Ja, te ott volt. Te voltál azon a zenekaron. Na, nice. Igen, akkor volt Linkin Park az elején is viszont. Ja. Meg mondom, Within Temptation, meg Evanescence, ja, ilyesmi. Meg sajátok. Meg még nem tudom, hogy volt-e valami... Volt Three Days Grace, meg nem tudom, mi volt még tényleg, nem emlékszem. Nem emlékszem pontosan. Igen. És... ugye nyáron már írogattam, és akkor már nyár közepén megbeszéltük, hogy akkor majd küldött dalokat, ami 9 dalt kaptam, és 8-at sikerült megtanulnom. Tök büszke voltam magamra, oda mentem próbára 8 dallal. Hogy ezt én már tudom. Voltam egyébként, ők sem tudták, hogy ez nagyon vicces volt úgy. Azt hiszem a 9-et nem is végül el is dobtuk, azt nem is játszottuk, tök jó, nem tanultam meg. Úgyhogy, igen. Elmentem próbára. Óbudán volt próbaterem a Fregat Laciéknál. De jó volt az is az a terem. Jó magasra egy ilyen gyárépületbe fel kellett mászni a legtetejére. Jaj, de jó volt. Nagyon jó volt. Igazi feelinges volt. Feelinges magyar underground. Ja. Úgyhogy egyébként visszatérve Pécsre, a Lékszesz gyár utcai próbatermek azok best. Tehát, imádtam őket. Meg Matus Petit is. Nagyon-nagyon. Jó fej volt az a csávó nagyon egyébként. Most is azt nyilván, de hogy értitek. Ő is azért sok mindenbe segített. Meg elviselte azt, hogy balbaszok vagyunk. Ilyen szóval lehetett azt ott hallgatni amúgy. Biztos nem volt jó érzés. Na mindegy. És akkor ugye felköltöztem Budapestre. És akkor felvettem velük kapcsolatot, hogy hello, fenn vagyok, akkor mi legyen. Ugye ők közben kerestek tovább is billentyűsök, nem találtak. És akkor végül mondták, hogy akkor gyere el, legyen valami, ez szeptemberben volt. Októberben már koncertünk volt. Szóval, hogyha nem tanulom meg elejére 8 dalt, szerintem az nem is tudom, mi történik. Nagyon érdekes voltam, hogy ilyen, tényleg ilyen hirtelen történt minden, de tök jó volt amúgy. És közelben volt a koncerthelyszín, és 11. kerületben ugyanúgy, mint a Kolesz. Úgyhogy ott elkezdtünk gyakorolgatni, ők sokkal tapasztaltabbak voltak, mint én, tehát ők játszottak előtte a Pecsába, nagy színpadon, teltháznak, voltak turnéik, bizonyos nagyobb zenekarok előtt, nem tudom, tehát hogy videóklipjeik, tehát hogy tényleg ilyen, hisz az emo hullámot lovagolták mondjuk meg akkoriban, de hogy tényleg nagyon jó volt az előtti lévő zenekaruk, és akkor csináltak egy ült az énekes nélkül. Szóval csak a zenés szekció, ők már nagyon összeszokott voltak, ez látszódott is amúgy. És akkor énekesnő meg plusz billentyű, mert a énekes ott billentyűzött is előtte lévőben. Nilakanta, azt nem az volt a nevük. Nilakanta, ja. És akkor lett így a Lost Illusions lett. És ezt nyomtuk is, hát... Nem tudnék évet mondani most már hirtelen, de... 12-től nyomtuk egy 4 évet szerintem kb. Ezt a zenekart nagyjából. És a végén úgy volt, hogy... kilépett a dobos, meg aztán a gitáros is, az egyik, és egyedül maradtam az egyik gitárossal. És akkor gyakorlatilag mi alapítottuk újra a zenekart utána. Az ilyen nagyon furi volt, amikor a dobos kilépett, akkor leszervezett koncerteket, fezent, meg rockmaratont kellett lemondani, amiket én intéztem, az iszonyatosan rosszul érintett. Akkoriban szerintem az engem. De hát
mindegy, újra alapítottuk, énekesnőket hallgattunk, meg srácok, ha valakinek van zenekara, és elkezd embereket castingolni, akkor tudjátok, hogy fogja érezni magát? Úgy, mintha ott ülne az X-faktorba, a zsűriként, vagy a Megasztárba. De komolyan? Megasztár, milyen rég volt az? Hát, én nem gondoltam, hogy ez igaz. Hogy valaki, aki nem tud énekelni, eljön egy zenekarhoz énekelni. És van ilyen. Baszki, van. Nagyon, nagyon durva. És volt olyan csaj, eljött, és egy hangot nem talált el. Egyet sem. Utána már elkezdtünk próbánként két embert meghívni. Úgyhogy volt az egyik. Elköszöntünk tőle, aztán jött a másik. Nem is tudtak egymásról amúgy, mert más helyen találkoztam, nem tudom, hogy volt már. De jó, is volt, hogy két embert hívtunk, mert már nem bírtuk, hogy mondom, már valami legyen. Jöjjön már valaki, ki tud is énekelni, basszus, mert... Volt egy csaj, egy jó, jó pufók csaj volt, mondom, ez tuti jó fog énekelni, ez nagyon jó fog énekelni. Megjött, minden izé, ja, mindenkinek küldtünk dalt, tehát volt stúdiózott dalunk, felstúdiózott dalunk. És majd arra is mindjárt kitérek kicsit. És hát nem, a dobossal konkrétan néztünk egymásra, én már a földet néztem. A földet néztem, és rúgtam a tempót a lábammal, meg néztem a dobos lábát, hogy tudjam tartani az ütemet. Mert a csaj, az konkrétan az egyek közé énekelt be. Nem érezte, nem volt ritmus érzéke. Én nem tudom, mi történt. Az katasztrófa volt. Kár, hogy nincs felvételemről, megmutatnám. Nem vettünk föl egy ilyet se. Hál' Istennek, Jézusom. Nem egy fél éven keresztül, de jó pár hónapon keresztül kerestünk énekesnőt, és már úgy voltunk vele, hogy jöhet csávó is, csak valaki jöjjön, mert mindegy, énekes is jó lesz már, csak valaki jöjjön, mert meghalunk.